Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. A három kérdőjeles jóslás december 10-én. Az első kérdés az lenne, mik az ő gondolatai, mik az ő tervei. Ezt most megnézzük ennél a jóslásnál. Ezen a képen láthatóak az érmék. Az utal anyagi dolgokra vagy a munkahelyére. Itt igazságtalanságokról van szó, mert az egyik nagyon gazdag, a másik kap egy kicsit ebből a pénzből, a harmadik odafigyel, de nem kap semmit. Ő úgy érzi, hogy valaki kihasználja őt. Természetesen utalhat ez anyagiakra is, és ez összeáll a múltjával, mert a hatos szám az a múltra, az emlékekre utal. Valaki a múltjából szeretné őt kihasználni, vagy el akarja venni tőle a pénzt. De itt az érméknél nem csak pénzről van szó, hanem értékekről, vagy belső értékekről is. Mint minden kártyánál, itt is szimbolikus jelentés is van. Az is előfordulhat, hogy valaki rabolja az idejét, az energiáját, de ami őt most foglalkoztat, hogy valaki kihasználja őt. A második kérdés pedig az lenne, hogy érzi magát, mi bepillantunk most az ő érzelmi világába. A fő papnőnél vallási dolgokról vagy spirituális dolgokról van szó, mivel ő ezt érzi, megvan nála ez a belső hit, és ő hisz abban, hogy jóra fordulnak a dolgok, vagy kiderül az igazság. A harmadik kérdés pedig az lenne, mit közöl veletek? Milyen lépéseket tesz irányotokba? Itt ennél a kártyánál szintén az érmékről van szó, és az utal értékekre, belső értékekre is, de mutatja az anyagiakat. Nála pénzügyi dolgokról van szó, lehet, hogy ez érinti a munkahelyét is. Mint ahogy ő eltöpreng ezen, ő úgy érzi, valaki kihasználja őt, és itt ennél a harmadik kártyánál a 9-es szám szintén arra utal, hogy vannak anyagi nehézségek, vannak korlátozások, és ezt közli veletek. A középső kép mutat egy üzenetet, egy lelki üzenetet a mai napra. Elvarázsol a lényed. Ez egy varázslat, ez egy mágikus kisugárzás belőled. És ez volt a napi üzenet, egy mágikus kisugárzás és vonzalom. Nekem is van egy üzenetem számotokra. Van két Facebook oldalam. Dendera Medici vagy Dendera Susanna Medici. És ott megvan a napi üzenet, hogy mi várható a napon a maja naptár szerint. Azt is leírom, mikor indul egy új hullám, mikor nyílik egy égi kapu a plejádok felé, és naponta felteszek egy kérdés, ami esetleg érint benneteket, és ott megtaláljátok a választ. A Facebook oldalam Dendera Susanna Medici. És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!